Sziasztok! Remélem jól vagytok, jobban, mint én egy kicsit megfáztam, de hát ez betudható ennek a nyavajás időnek, úgyhogy ennyi belefér ebbe az őszi téli időjárásba. Arra gondoltam, hogy most értem haza munkából, és nagyon éhes vagyok, hogy mi lenne, ha ma együtt főznénk, de nem is gondoltam, hogy ma fogok videózni, úgyhogy ez így elég random. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha megnéznénk együtt, hogy mi van a hűtőmben, ugyanis fogalmam sincs, mert nem néztem be körülbelül már olyan 2 napja. Remélem, hogy nem üres, mert abból nehéz lenne bármit is kreálni. Úgyhogy mi lenne, ha együtt főznénk ilyen random módon, hiszen én sem tudom, hogy mi van a hűtőben, úgyhogy ez nekem is meglepetés lesz. De remélem találunk valami kis finomat, valami hozzávalót. Úgyhogy ha érdekel benneteket, hogy mit találok, és mi sül majd ebből az egészből ki, vagy mi fül ebből az egészből ki, akkor tartsatok velem. Most nem egyet? Nyitom az ajtót, nem az a kulcs, és meglátjuk, hogy miből élünk. Na, menjünk be! Néha, kicsit sötét van, de majd mindjárt csinálok világosságot. Na jó, addig leteszlek benneteket ide, amíg levesztem a cipőmet, meg ezt a kis mellényt. És most pedig elmegyek kezet mosni. Na itt is vagyok, gyertek velem! Szóval ez engem is meglepetésként fog érni, de akkor nézzünk be a hűtőbe. Gyertek! Nos hát, ez meglepetés, hogy van itthon vaj, mert azt hittem, hogy már elfogyott. Hát van itthon egy pár fölvágott szalámi, mi ez? Jó kolbász. Hát ezen a polcon talán a sajttal tudunk mit kezdeni. Ezek pedig várják a vendégeinket. Szóval majd jó társaságban el lesznek fogyasztva. Itt az alsó polc, van joghurt, van tök püré, mert hogy készítettem nem olyan régen ilyen tökös, sütőtökös pitét. Van itthon olívabogyó, hát igen, lekvár. Lekvárból van itt még 2 másik. Hát ez nem sok. Nézzük a zöldségeket. Hagyma, fokhagyma, répa. Talán a répából tudunk valamit kreálni. Vannak szószok. Ugye vele nem tudunk mit kezdeni, őt már nem fogjuk ma használni. Tej. Mint már említettem, 2 lekvár itt is, valamint tojás. Na hát, ti ebből mit készítenétek? Fogalmam sincs. Na jó, kimászom a hűtőből, mert elég hideg van. Jó, kimásztam a hűtőből, és talán így jobban látjátok a dolgokat. Szóval, van itt még egy pár gyümölcs, van almánk, van citromunk, lime, gyömbér, és van itt egy tök. Nem is emlékeztem, hogy van itt van tök. Na ti ezekből a hozzávalókból mit készítenétek? Őszintén. Tehát van itthon egy pár fűszerem, van itthon tészta, esetleg rizs. Igen. Ti ebből mit készítenétek? Fogalmam sincs. Talán ezzel a tökkel kellene valamit. Mi lenne, hogyha készítenék egy sütőtökrémlevest. Megvan az ötlet! Sütőtökrémlevest, és tennék bele egy kis gyömbért, hogy így feldobja az ízét, hogy kicsit ilyen különlegesebb legyen. Valamint tennék bele répát, az nagyon gáz. És akkor ilyen 3 összetevőből összedobnám ezt a kis szezonális levest. Ugyanis így ősz, tél táján ez abszolút beleillik.
a menübe. Na, mit szóltok hozzá? Hogyha kedvet kaptatok, akkor maradjatok velem. Át kell öltöznöm, felveszem a kis kötényemet, meg egy kicsit elpakolok itt a konyhában, ugyanis nem túl nagy. De várlak benneteket vissza szeretettel! Nos, akkor a három alapanyag a következő. Kell hozzá egy tök. Gyömbér. Két répa. És egy kis őrölt fahéj. Nos, akkor első lépésként meghámozzuk a tököt. Valamint a répákat. És igazából meghámozhatjuk most már ezt is. Nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Ha nem elég éles a hámozótok, akkor ez nem fog működni. Hát igen, ez egy fokkal egyszerűbb. És nincs más hátra, mint meghámozni a gyömbért. Na de nem az egészet, csak egy icipicit. De ha nincs gyömbéretek, az se baj, simán elhagyható. És mindig vigyázzatok a kezetekre, meg az ujjaitokra, hogy nehogy elvágjátok, vagy megvágjátok magatokat. Kész! Most pedig eljött az idő, hogy levágjam a két végét, és felaprítsam. Ez egy elég fárasztó dolog. És ne felejtsétek el kiszedni a magokat, és igazából a magokat is meg tudjátok csinálni, úgyhogy kiszárítjátok és kicsit megsütitek a sütőben, és aztán rá tudjátok szórni a leves tetejére. Én ezt most ki fogom hagyni, mert most nekünk nincs ennyi időnk, én valami gyorsan, finomat szerettem volna készíteni ma, úgyhogy mindenképpen megmentem a magokat, mert imádom a tök magot, úgyhogy a későbbiekben ezt meg fogom csinálni, el fogom készíteni, de nem most. Ha ezzel elkészültünk, akkor mehet a szeletelés. Általában kockákra szoktam vágni, kicsikre, minél kisebb annál jobb, hiszen akkor sokkal könnyebben és gyorsabban megpuhul, megfő, és aztán mehet a gépbe, a turmix gépbe. Ha ezzel megvagyunk, jöhet a répa szeletelése. Majd utolsó sorban a gyömbéré. Viszont szerintem ez a gyömbér is túl nagy lesz, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy ilyen kis 1 centiszer 1 centis, vagy talán még kevesebb kis kockát levágok belőle, és akkor azt beleteszem a turmix gépbe, vagy esetleg a végén adom hozzá, és akkor leresztelem. Ezt még nem tudom. De majd kitalálom. Már is. Végül ez lett belőle. 5 fogom hozzáadni, mert elég intenzív a gyömbér íze. A többit meg beleteszem a teámba, amit nem sokára elkészítek. Nincs más hátra, mint hogy vegyünk egy kis fazekat, amiben beletesszük az összes alapanyagunkat, kivéve a gyömbért, és felforraljuk. Úgyhogy ez következik most. Most szóval láthatjátok, hogy engedtem rá egy kis vizet, és akkor most jöhet ide forni. Beállítottam 7-esre, és akkor majd folyamatosan fogom figyelni, hogy áll a dolog. Úgyhogy most őt itt hagyjuk egy kicsit, hadd följön magában. Amíg így várunk, hogy elkészüljön a leves, addig elmondom nektek, hogy szükségünk lesz még egy szűrőre, ugyanis hogyha megfőttek a répáink és a tökünk, akkor leszűrjük szépen őket, lecsepegtetjük, és beletesszük őket a mixerbe, amihez adunk egy kis vizet a főzővízből, aztán összeturmixoljuk, és mehet vissza még egyet rottyanni a lábasba, a fazékba. Nem tudom, mi a helyes neve. Aztán meghintjük a fahéjjal, és kész is. Voilà! Üdv Judit konyhájában!
Na ez itt már elkezdett nekünk rotyogni, úgyhogy már hamarosan mehetnek a Turmix gépbe. Na hát, mert úgy látom, hogy megfőtt, úgyhogy fogok egy szűrőt, és leszűröm. De hol a szűrő? Nos, leszűrtem, akkor jöhet a turmixolás. És addig adok hozzá egy kis vizet. Rácsavartam a tetejét, megfordítom. El is készült. Íme a leves. De még oda rakom, hogy rottyanjon egyet, meg hozzáadom a fűszereket, a sót, a borsot és a fahéjat, és aztán lesz teljesen kész. És végül úgy döntöttem, hogy a turmixolás közben előtt hozzáadtam a gyömbéreket is, úgyhogy együtt össze lett turmixolva, és most már csak a fűszerezésre vár. Úgyhogy jöhet a só, a bors és a fahéj. És aztán jöhet is a tálalás. Tadám! El is készültünk. Remélem, hogy tetszett a mai videó. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, jelezzétek kommentbe, hogyha szeretnétek látni még ilyen videókat, valamint megtaláltok minket Facebookon is és Instagramon is. Találkozunk a következő videóban, vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Látok a kóstoljuk, nem? Na, ez egész finom lett. Ez az képest, hogy csak nagyjából három alapanyagot használtunk, meg egy kis fűszerezés, ahhoz képest nagyon jó lett. Egészséges, olcsó és finom. Mi kell még?